Kotra Péter vagyok, a Kotra Ranch vezetője. Mezőgazdasággal, szarvasmarha és lovak tenyésztésével foglalkozunk. Szürkékkel kb. 15-20 éve kezdhettük. A marhakból három fajtát tartunk. Kezdtük szürke marhakkal, aztán jött a sarolé, a lassuk ma most menekülőre is fogtak. Hát így gyalog kicsit nehéz lenne utalnunk szállni, de a lovakkal reméljük, hogy megoldjuk. A szarvas marhainkról annyit kell tudni, nagy a része kint a legelőn született. 40 hektáros legelőn vagyunk, ahol az emberhez azért nem nagyon szoktak. Télen etessük őket, de ilyenkor nyáron legelnek, és főként a szürke marhák azért azok elég ilyen vadon élőknek mondható. Eddig szürke marhabika volt, most már szeretnék átmenni inkább ilyen húsosabb típusra, és ezért van a Dezsőkénk, Dezső névre hallgató limuzinbikánk. Hogy most is lássuk azért, csak megtartsák a tisztes távot, és éppen ezért itt ott nehéz velük. Csarikánk egy bent növekvő sarolei keverék, ő nagyon szereti az ember társaságát, nem mondható el ez az összes szürkéről. De viszont a szürke amilyen vad, annyiból jó, mert azokkal gond nincs. Az megellik télen, a hóba, és a borjó megmarad. Természetes tartásmódnak vagyunk a hívei, ezért semmiféle talpokat nem alkalmazunk. A teheneink legelnek, és télen szénával etessük őket. Még darat sem kapnak. Biztos, hogy így sokkal később és sokkal kisebb nőnek, de viszont szerintem sokkal minőségibb húst kapunk. Az idén először megpróbáljuk a fiatalabb büszőket és bikákat külön osztályozni és külön terelni. Remélem többé-kevésbé sikerrel járunk. Ez hamarosan kiderül.
I'd screw on my nails are getting shorn. It's harder than I thought. It just shows you can only go so far and not get caught. I'm dying for more. I'm dying for more.